Ezeket az egyenáramú és váltó áramú elektromos autótöltőket csütörtöktől ingyenesen használhatják a nyíregyházi Aldi áruház parkolójában. A töltők az akkumulátort akár 80%-ra is feltölthetik már fél óra alatt, így egy bevásárlás közben feltölthető az autó. Nyíregyházán az áruházlánc 3 üzleténél összesen 6 darab töltőoszlopot üzemeltetnek, ez 12 töltési pontot jelent. Nyíregyházán ezzel 18-ra emelkedett a töltőállomásnak a száma. Nem állunk meg itt, folytatjuk a munkát tovább. Szükség van a töltőállomásokra, hiszen ahogy a magyarországi adatok mutatják, a nyíregyházi adatok is azt mutatják, hogy nő az elektromos gépkocsiknak és járműeknek a száma, nő a jelentősége. Mi ezt tudjuk támogatni azzal, hogy adómentességet adunk, tudjuk támogatni azzal, hogy nem kérünk parkolási díjat. Az energiavállalat és az áruházlánc tavaly kötött együttműködési megállapodást. Ebben vállalták, hogy 123 parkolóban összesen 360 töltési pontot alakítanak ki. Nyíregyháza után nyár közepéig további 7 nagyvárost is bekapcsolnak a hálózatba, például Debrecent, Győrt és Szolnokot is. Az áruházlánc az elmúlt években már nyitott a zöld megoldások felé, így éves szinten 12 000 tonnával mérsékelte a szén-dioxid kibocsátását országos szinten. 2017 óta a Biatorbágyi Logisztikai Központ és valamennyi hazai üzletáram szolgáltatását zöld árammal biztosítottuk, a tavalyi év során pedig szén-dioxid semleges lett a magyarországi működésünk. Az E.ON nemrégiben egy több országra kiterjedő kutatást is végzett. Arra keresték a választ, hogy az elektromos autózás vagy a hagyományos belső égésű motor az, amit az állampolgárok jobban preferálnak. Ezt a felmérést hazánkban is elvégezték, az eredményekből pedig látszik, hogy a magyarok is inkább az újítás és a zöld megoldások felé nyitnak. Körülbelül a Magyarországon nem olyan nagy szám, de azért mégis jelentős, 1300 elektromos autó van. Itt nem a hibridekre gondolok, hanem a valós elektromos autókra, amelyek csak elektromos energiát használnak. Ezzel tulajdonképpen annyi elektromos autót üzemeltet Magyarország, mint amennyit Lengyelország és Csehország együtt, és a többszöröse, ami Szlovákiában van. Ez azt jelenti számomra, hogy ez a kutatás, amit mi végeztünk, az igenis a tények által alá van támasztva. Az E.ON a jövőben azon is dolgozik, hogy a közterületi elektromos töltőit az otthoni töltési lehetőséggel kombinálja, majd a szolgáltatás csomagban kedvezményes díjjal kínálja az ügyfelek számára.